Most már sokkal erősebbek vagyunk a spárgok ellen is. Kinyílt mindkét ajtó. Katonákkal nem kell foglalkozni, hál' Istennek. És még erősebbek lettünk a konstruktorok ellen. Így van, két lövésben már szétrancsírozzuk pajzsal a gunneret is. Oh. Ja, izé a gőzt csapott meg. És most lép be először a Terminátor. Nem kell megijedni a nagyságtól. Egy nagyon könnyű opció van ellene. Benyomod a pajzsot, rácélzol a fejére, az kiiktatja magát. És lefatalitized. És hát baromi nagy mennyiségűt lehet kiszívni, mint a konstruktorból. Ennyi. Ja, és egyébként a Lali elmondása szerint, jogosan, a végső boss elleni küzdelem így megoldódott, mert a katonák most már velünk vannak. Nem konstruktor, prosecutor. Na, itt egy titkos biomassa. Nézzük ebben mi volt. Additional materials. Ah, egy kép egy mutánsról. Nyilván ez egy átlagos infiltrator, szerintem. Itt van egy gunner. Na, iktasd már ki magadat. Ezzel megnövelhetjük a közel, a vörös gének megnövelik a közelharci támadást, illetve a zöldek a maximum fegyver energiát és a regeneráció sebességet megnöveli. Úgyhogy azért érdemes erre gyűjteni, csak egy a probléma, hogy olyanokat kell használni, amivel át tudunk vinni vonalakat. Tehát úgy kéne, hogy ezt így egyesével kéne pakolászni. Csak az a baj, hogy ezt nagyon nem igazán lehet megoldani. Fölfelé nézek, akkor hát olyanokat nem találok, ezek pont nem jók. Pont ilyenekre lenne szükség. Tehát ezt most elkezdem. Akkor ilyenekkel tudnám kiegészíteni, de hát ez pont kevés. Vagy akkor ilyennel esetleg. Ilyennel, de már rögtön el is tűnt, úgyhogy ennyit erről. Még lőni sem tud, hogy végigvárja.
most jön egy újabb akció. Ja, igen, innentől kezdve a fordításnál az objektívákat a fordítás miatt nem nagyon lehet elolvasni, úgyhogy ez nem a játék hibája, a fordítás hibája. Véletlenül egy gunner lelő, az nem kell bajlódni, úgyis vissza regenerálódik az életenergia, ha egyszer sérülsz meg, azzal nem kell bajlódni. Főleg ide középre kell célozni a tank és a busz közé, mert ott fognak leginkább jönni. És gondolom ennyi volt a pálya. És ott jön újra a kolosszus, most visszatért a második rundóra. A katonák is segítenek. Hát ennyi volt az emberek. Úgyhogy mi gyorsan elhúzzuk a csíkot, úgyhogy ez a második ronda egy kicsit elhúzódik. És most bevetettük magunkat, azt hiszem tényleg most a kórházba. После бесконечной бойни, кипевшей на прилегающих улицах, здесь было очень тихо. И это, пожалуй, пугало больше всего. Csak a detektorok vannak itt. База уже близко. Меня должны останавливать патрули, но я их не чувствую. Közel van a Plavelecki és a bázis közelében, úgyhogy így kell tovább haladnunk. És itt hagytam abba a konzolnál, jól emlékszem. Megint rossz gombot nyomok meg. Az F1-et akartam megnyomni, lehet látni, Square Objective, tehát most a városkörzetben vagyunk, kerületben vagyunk. Szavaztok, rég találkoztunk, explorerek! A titkos massza. Aha, egy körözési póster. Egy maszkos csávóról. Nem Freddyről, sajna. Csak vicc volt. Most valamit kinyitottam ezzel. Ha követjük a vezetéket, akkor nyilvánvaló, hogy hová fog ez vezetni. Na, oda be. Szerintem azt a kaput nyitottam volna ki. Nem, ezt nyitottam ki. Hát így itt jöttem be? Nem, ezt nyitottam ki. Büdös a kuka, és ez ettől meg... És ettől megsérültem. Ó, egy Overs... Ezért... Ez egy Explorer volt. What the fuck? Ja, azok az óriás hordók szerintem azok robbantak föl. Ezt nyilván ezt fel kell robbantani.
Na. Anyád. Majd nem szabad belemenni a büdös gőzbe. Mondom, a büdös mérgező. Hát most ez úgy lenne, hogy arra ráugrani. Nem. Rossz ötlet volt. Hát az majdnem kinyírt. Titkos biomassa. Na várjatok, köcsögök. Just you wait, suckers. Ez a főhős. Szétmutálódva. Aha, ez tudom mi. Ez olyan, mint a C4-es bomba. Oda kell lőni. Így. Az a baj, hogy az energiagránát az csak lefelé működik. Jó lenne, hogyha nem pattanne le olyan messzire. Nem lehet felrobbantani, nem igaz már? Jó, akkor így oldom meg, rohadjál meg. Nem tud lőni. Na még egyszer. Ennyi voltál. Double kill. Micsoda már! Szórakozzál már a nénikét, de megint izé volt itt egy C4-es izé. De azok már nem lehetnek, mert már a katonák velünk vannak. Ez az. Még egy titkos biomassa. Nézzük, ebben mi volt. Bent az inkubátorban. Aha, most menjünk oda-vissza. Itt hogyan tovább? Van ide ki? Júj, ez a titkos hely! Tudom! Ezt tudom mi! Terminátor. Mostan szedjük le, mielőtt még megölnek.
Még kell még egy dolog. Szóval az a titkos hely az való itt a rotorra rámászva tudjuk megoldani. Ott van két biomassa. Tessék. Na és most figyelj! Ó, egy már megvan! Nem. Nem fogok ezzel annyira sokat bajlódni, csak egy valami képet azért alkotok. Amit tudok azért, mert megpróbálok. Hát most van egy olyan jeles gyarom, hogy én gondolom, hogy ide erre kéne menni. És jól tippeltem. Azaz. Titkos biomassa. Megint rossz gombot nyomok meg a rohadt életbe, az nem az F1-et. Infiltrator V102-es. Ja, az a Infiltrator a főhősnek a kezdetleges állapota. Anyád! Haladhatok tovább? Ez egy ilyen szent alien sentry. Ennyi. És gondolom ide lejjebb kell menni. Igen. És itt van az inkubátor. Amit az alienek lefoglaltak. Ó, és itt van az Annihilator. Egy újabb boss, ez a Bika. Csak annyit kell vele csináltatni,
hogy ide kell futtatni, hogy falnak csapódjon, és az energiapisztollyal sorozni a hasát. Au! Instruktorok, vagy mi az Isten? Kösz. De, hogy állt föl? Anya, több fontom a pikkén! Mi a gyerek? Nem igaz? Ez az. Nem sikerült, már megint ezek a nyomvadt izék miatt. Ide állt be, és nem tudom a falhoz közelíteni. Jó, akkor erre fogsz jönni. Gyere! De miért kezd fel ilyen gyorsan? Gyorsan meg lesz. Gyere már! Ennyi volt. Nem, az volt a baj, hogy ezek a kutyák állandóan mindig megállítottak, és nem hagyták, hogy a Annihilator-re foglalkozzak. De mindegy, megvan. És akkor most már nincs már sok hátra, utolsó fejezet, úgyhogy lassan már még egy mutáció, és akkor már az overseer-ekkel fogunk neki menni. Изнутри здание выглядело ничуть не лучше, чем снаружи. Но мощь, сила, которая олицетворяла агрессоров, невольно завораживала. Még a mutáció még nem ment le, azt majd az overseer-nél fogjuk megcsinálni. Mindjárt majd megmutatom, hogy fog működni.